Sziasztok! Ez itt a párásító podcast. Úgy is mondhatnám, hogy monokast miután egy magam maradtam, Krisztián barátunk. Elhúzott a nem annyira napfényes, de napfényes. A, a, mi ez? India? India felé. A, küldött egy a, gyönyörű fényképet a Facebookon, ahol nem tudtam eldönteni, hogy a kamerája párás, vagy, a, vagy ilyen szar a levegő. Az a helyzet, hogy Kínában se tudtam ilyen rossz képet lőni bármelyik városba is jártam, de Krisztiánnak sikerült, és még nem tudtam eldönteni, hogy a levegő valójában ilyen, vagy egyébként szokásos módon iszonyúan homályos a kamerája, és még Krisztián és Charlie kapcsán szeretnék köszönetet mondani a patrónjainknak, akik mindig lehetővé teszik nekünk a technikai fejlődést. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show keresd a Naradsárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. köszönjük! Köszönjük! Most már lassan összebarátkoztam én és a kis uh, taszkam uh, a készülékünk. Úgy néz ki, hogy uh, hogy uh, meg fogjuk tartani, mert hogy uh, jól működik. Nyilvánvalóan van egy csomó uh, előnye, uh, például az, hogy mindenféle uh, kiemelést és vágást lehet rajta állítani. Azon kívül tudunk uh, úgy beszélni, mintha rádióból, valami régi röcsögő rádióból beszélni. Úristen, úristen, úristen! Na, <coughs> vagy tudunk úgy beszélni, mintha a TV2 Tények című műsorában csak a sziluettünk látszana, és betorzítanák a hangunkat. Például így. De én voltam a kettes, de láttam azt, akinek fényképe volt róla. Vagy tudunk úgy beszélni, mint a Mókusok című feledhetetlen Zenés-táncos film főszerep. Hello, hello, <laughs> kurva jó. De nyilván erre nekünk uh, amúgy a hétköznapokban uh, uh, nincs szükségünk, de a lehetőség uh, itt van a, a kezünkben. Uh, maga a. A cucc az nagyon sok mindent tud, fölprogramozott effekteket például. Na, ezek most nem működnek, oké. Okay. Ó, de működik! Csak nem ott szól az effekt, ahol vártuk, hanem a számítógép hangszóróján. Ez nyilván valóan abból adódik, hogy nem készültem föl effekt sztoriból. Amúgy meg tényleg nagyon perfekt, pici, táskabarát, két mikrofon bemenet, Phantom táp, tud USB-ről, akár laptoppal kommunikálni, illetve laptoppal, hát az nem kunst laptoppal kommunikálni, hanem hogy tud, tud táblagéppel is kommunikálni, és akár USB-s tápról is működni. És van két nagyon szép sárga, zöld, piros kijelző ledje sztereó vagy a két külön mikrofonra, ahogy szeretném. Úgyhogy meg vagyunk vele elégedve, és még egyszer köszönjük a patrónjainknak a támogatást. Nos, ennyi kis kacskaringó után megkérdezem magamtól, hát mi történt velem a héten? Na hát a héten még mindig ilyen óriási, hogy is mondjam, challenge van részem. Most éppen a, a Nyomda és köztem megy a Challenge, a magyarországi dobozgyártás kapcsán. Gyakorlatilag, hát igen, ma egy hónapja küldtük el a megrendelést, és még nincsenek meg a dobozaink. Remélem szerint holnap már szállítható állapotban lesznek. És még jön a, utána a dobozolás challenge, ami nyilvánvalóan uh, már nem ér minket meglepetésként, mert hát nem az első pár ezer darabot fogjuk uh, dobozolni uh, Csíkszeredában. És hetedikén kiállítás, uh, ami egy szakmai kiállítás lesz, de ott már szeretnénk a magyarországi termékeinket is bemutatni, Úgyhogy nekem egy körül forgott a, a hetem, gyakorlatilag a, az elmúlt podcast óta, illetve áú, és akkor most így egybe húzom le az általam egyébként hihetetlen módon nagyra becsült játékpiacot, telefonpiacot, és és egyéb más technikai kütyükkel kapcsolatos blokkot. Egyrészt találkoztam egy Nintendo switch el aki nem tudná, én a játékonzolok közül a Nintendo Switch a Nintendo Switch. Én a Nintendo-kat szeretem, bár többször berágtam a, a Nintendo-ra az egyébként Japánon kívüli politikájuk miatt. Tehát például engem nem tekintettek, amikor a 3DS konzolom volt, nem tekintettek a, a Nintendo Univerzum olyan részének, amelyik mondjuk megérdemelni a 3DS meccs közvetítés megtekintését, és mondjuk az amerikai Nintendo fanoknak lehetett, az angoloknak lehetett, én, mint magyar regisztrált, nem jutottam hozzá bizonyos Nintendo tartalmakhoz. Ezért aztán egy picit berágtam és egy karácsony előtt eladtam a 3DS-em, amit azért már bánok, mert egyébként egy hihetetlen jó konzol, de ha újra Nintendo kézi konzolt veszek, akkor az a 3DS XL lesz értelemszerűen. Viszont van egy vím, ami szerintem a világ egyik legfaszább partikonzója. Volt nekem a kezemügyében Xbox, Sony, sőt Sony kézikonzolom is volt, de egyszerűen játékok tekintetében a Nintendo verhetetlen, nyilván lehet velem vitatkozni, de én soha nem a grafikára hajtottam, vagy a, a látványra, hanem, hanem, arra az élményre, amit maga a ad, És ezért nekem valamiért a, a Nintendo játékok jöttek be. Bocsánat, tehát én egy Mario kárta ugyanúgy el tudok lenni, vagy még jobban, mint egy csili nem tudom én, milyen autós versenyzős programot mondjak, uh, forzával, vagy Need for speed vagy bármi mással. És hát, uh, ha a jövőre valamilyen uh, hihetetlen okból én lennék uh, Magyarország miniszterelnöke, minden családnak uh, ingyen adnék egy Nintendo Switch-et, Sajnos nem lehet rám szavazni, mert uh, politikai pályán nem indulok, de, de ha véletlenül én lennék jövőre a király, akkor minden magyar családnak egy darab Nintendo Switch, az biztos, hogy kiárna. Hihetetlen jó a, a konzol, szuper jó játékok jöttek ki rá. Nagyon szép a grafikája, még szerintem más konzol mellől kitekintve is amire már egyébként nagyon vártunk, és hogy ez a kettősség a kézikonzol és a, a nagyképernyős tévé közti szakadékot, ahogy áthitalták, az egyszerűen csodálatos. Bár azért az, az akkumulátoros üzemidőn van még mit javítaniuk, de frenetikus. Tehát aki tudja bárhol médiamárkba itt ott, ahol ott próbálja ki, mert szerintem number van, legalábbis nekem. A következő meglepetés, ami a, a, héten ért, az az, hogy szembe jött velem egy ismerősöm, és egy Xiaomi telefon tartott a kezébe. Én megmondom őszintén, hogy igazából nincs arra időm, hogy folyamatosan foglalkozzak a a Xiaomi univerzumban történő eseményekkel, de ha már így szembe jött velem, és még ezt a telefont uh, nem láttam, <coughs> megcsekkoltam, hogy milyen, és valami hihetetlen jó árérték arányú telefonnal jöttek ki ismét, egyébként is azzal szoktak, tehát ez annyira meglepetést nem okozott. A meglepetés akkor ért, amikor uh, bekapcsoltam a telefont, <coughs> illetve feloldottam a képernyőzárat, és egy uh, és egy kopasz Android fogadott gyakorlatilag a, a fedélzeten, és akkor én néztem, ez mi ez, hogy, vagy hát, na hát, Úristen, tehát én azért uh, uh, használok Xiaomi-t, mert imádom a, a MiUI felületet, és uh, nem is tudom, hosszú évek óta uh, ez van a telefonomon, és gyűlölöm a az összes Samsung és nem tudom én milyen telefonoknak a, a gyári felületét, mert, mert nekem ez áll kézre, ez a kényelmes, ez a, ez a jó felület, és akkor hát komolyan úgy éreztem magam, mint akit így elárultak, és akkor egy nyilván pár perc beszélgetés után kiderült, hogy nem, vagyis igen, a Xiaomi csatlakozott az úgynevezett, nem is tudom, hogy lehetne szépen mondani, az úgynevezett tiszta Androidot használó telefonok táborához. Ez ugye nem azt jelenti, hogy így fogták a, a mi amiben hosszú évek munkáját fektették ideig és kidobták az ablakon, hanem hogy jönnek ki olyan Xiaomi készülékek, illetve meglévő Xiaomi készülékek reportolják az Android One rendszert, aminek az a lényege egyébként, de ugye volt már ilyen a világ világtörténetben, tehát azért ez nem egy új kezdeményezés, de hogy az a lényege hogy mindig a legfrissebb Android, mindig a legújabb uh, javítócsomag uh, fönt legyen a telefonodon, és ez mindezt egy ilyen úgynevezett szűztelepített uh, készüléken tehesd meg. Uh, hát uh, nekem önmagában a Google-nek a, a, Google a, a felületéről megvan a, a véleményem, bár annak idején uh, használtam mindenféle uh, ilyen hackelt, meg, meg, nem a készülékre való rendszert, az általában vagy Xiaomi volt, vagy valamelyik Cyanogenmod, mod, akik egyébként meg leálltak a fejlesztéssel. Helyettük viszont itt van a, az Android van, és e, e, már meglévő készülékekre, illetve most már fognak kijönni ilyen készülékek, a Xiaomi műhelyéből is. Maga a telefon egyébként egy, egy Snapdragon 625-tel szerelt cucc, két kamerás, szerintem ebben az árban azért egy ilyen hűha jelzőt azt megérdemelne. 3000 100 per körül van a, az akkumulátora, és 4 per 64-es képítésben talán uh, ilyen 65 ezer forint körüli áron lehet uh, hozzájutni hivatalos garanciával uh, megvásárolva a készüléket, szerintem ilyen abszolút uh, top ajánlat. Uh, mindenkinek uh, ajánlom, hogy nézzen utána. Benne lesz a, a podcast a, a show linkjében a telefonnak a, a leírása. Majd azért figyeljétek a különböző helyeket, ahol Xiaomi-kat árulnak. Ami még a xiaomi a kapcsolatos, hogy az is meglepetésként ért megjelent Magyarországon is hivatalos hogy is mondják ezt szép szóval, forgalmazói forgalomban a, a, Xiaomi a Telenornál. Úgyhogy reméljük aztán majd mindenki szép lassan átveszi a xiaomi azokat a készülékeit, amelyek egyébként abszolút nyerőek, és mondjuk lehet majd Telenoros vagy Vodafoneos xiaomi is kapni de ez is egy fajta meglepetésként hatott a számomra a héten illetve volt egy sorozat amiben belefutottam hát gyerekek sok bugyuta űrhajós sorozatot ö, megnéztem már életemben, tehát nem lehet azzal vádolni, hogy ö, nincs elég ö, türelmem esetleg, vagy, ö, vagy ö, nem vagyok ö, eléggé elnéző a műfajja szembe. De most ö, nem tudom, valamiért így nézegettem, hogy este mit nézek, és aztán ö, belebotlottam egy ilyen hát nem is tudom, talán a, a Star Trekre egy icipicit hajazó sorozatba, és a fönn lévő hat vagy hét részt, vagy nyolcat végignéztem. Úgy is mondhatnám, hogy végig szenvedtem, de így folyamatosan nem tudtam eldönteni, hogy most szeressem ezt a filmet, vagy esetleg uh, gyűlöljem, illetve utáljam. Uh, megmondom őszintén, így a végére se uh, tudtam dönteni. Uh, én azt gondolom, hogy, uh, hogy ez a kettőség így megmarad az emberben uh, folyamatosan ezzel a filmmel kapcsolatban mert egyszerűen nem tudja eldönteni, hogy, hogy, ez most felnőtt sorozat lesz, szatíra lesz, vagy, vagy csak szimplán összeállt egy jó pár ember jó pofáskodni, és kihozni ebből a legtöbbet, amit, amit lehet maga a, a, szereplőgárda az egy ilyen aránylag középszerű, a mit tudom én, maszki elmez, az szintén a, közép kategóriát súrolja, én de inkább balúról, mint felülről, és hát természetesen miről szólna egy Star Trekhez, vagy Star Trekre hajazó sorozat, mint egy űrhajóról, amelyiknek a, a kapitánya egy véletlen, vagy nem is annyira véletlen folytán lesz ennek a, a hajónak a, a főnöke, és a volt feleségével, aki másodtiszt ezen a hajón irányítják a küldetéseket. Most nagyjából ennyi a, a fölállás, már ez is elég meredek nekem egyébként, tehát ilyen volt feleségeket bele rángatni egy ilyen szituációba, illetve hát nem lövem le a poént, de, de, hogy, hogy így összejönni, aki egyébként egy ilyen zöld, de kék vért spriccelő nem tudom, én földön kívülivel csalja meg az embert, amíg keményen dolgozik a galaxis valamelyik szegletében. Na, szóval elég meredek történet. Aki mondjuk érez magában elég bátorságot és, és elég kitartást ahhoz, hogy megnézze ezt a sorozatot, az bátran tegye meg. És egyébként azért beszélek itt össze-vissza, mert nem találtam meg a sorozatot, még a nevére sem emlékeztem, de Orville a sorozat neve, nagy nehezen előhaláztam a, a böngészőmnek az előzményeiből. 13 rész készült belőle, remélem nem is fog több, és egyébként számomra abszolút megdöbbentő módon 7,8 pontot kapott az IMDB-n. Szerintem én ezzel vitatkoznék. Na de hát kinek mi a szíve joga. És ha már így megfordítottuk a az egész podcast felállást, mert hogy ugye úgy szoktuk, hogy ezt, ezeket a kis technikai dolgokat a végére hagyjuk. <kül> hát akkor csapjunk bele a lecsóba, nézzük meg, hogy, hogy mi a főhozata. Az első cikkünk az a, az a dohányipar taktikáival foglalkozik, ugye mindenki érzékeli maga körül, hogy a dohányipar megpróbál azokra kihívásokra válaszolni, melyek érik itt Európában és Amerikában is. Mindenféle szigorítások és és hát tetemes jövedéki adóval sújtva azért Elég nehéz lesz uh, nyilván az elkövetkezendő húsz évre egy hosszú távú stratégiát felállítani. Ezért aztán uh, picit uh, megy a, az olcsósítás iránti uh, vágyakozás a piacon. Nem, mintha elektromos cigaretta kapcsán nem tudnék hasonló dolgokról beszélni, de majd erről egy másik adásban beszélni fogunk. De az jó látszik, hogy a szálas cigaretták forgalma egyébként aránylag hullám, hullámzó, de hogy egyfajta esés mutatkozik már évek óta a piacon egyre kevesebben vásárolnak a uh, hagyományos uh, cigarettát. Ugye egyrészt köszönhető ez a, az elektromos cigaretta illetve mondjuk annak a, a, nem tudom én hány milliárd dollárnak, amit például a, az icos pumpáltak be, és, uh, és uh, próbálják ezt a, az úgynevezett heat nut burn termékvonalat uh, uh, fölhozni és uh, bejáratni a köztudatba. Ezért aztán az Egyesült Királyságban végeztek egy kutatást abba az irányba, hogy a, a dohányipar miket trükközik, hogy a fogyasztókat megtartsa a piacon. És hát ilyen kis, kvázi sötét trükknek tűnik az, hogy hogy az úgynevezett kézisodró dohánypiacra terelik át a fogyasztóknak az árérzékeny részét, és ezt a, a szegmens erősítik. Ugye nekik a piacról azért igen-igen igen átfogó képük van, mm. <kül> mármint hogy a, a dohányipari cégeknek, és az eddigi 12%-os pozícióról ezt az úgynevezett kézi sodrású dohánytermékek piacát föl tudták tornázni egy ilyen 23%-ra. Ez egyébként abszolút egybevág azzal, amit én Bukarestben láttam. Nyilván ezeknek a... a központjai, azok a nagyvárosok, ahol, ahol, ahol ezek a tendenciák jól láthatók, jól megfigyelhetők, hogyha a trafikosok ezt ajánlják, vagy valahol látod, hogy valaki kézzel sodor, akkor oda megkérdezed, mi ez, és akkor pillanatok alatt elmagyarázzák neked, hogy ez mennyivel olcsóbb, és és mennyivel faszában jössz ki a, a dologból, mint hogyha a szálas cigarettát veszed. Úgyhogy egyébként a magyar piac kapcsán mi meg a szivarkákról beszélgettünk, hogy itt ennek a jövedéki adója más, mint a szálas dohányterméknek, ezért aztán egyre több szivarka adódik el a magyar piacon, és ugye mindig az az ordas ezekben a, a történetekben, hogy a statisztika az még mindenkinek a szálas dohánytermékről, vagyis a cigarettáról szól. Az egyéb dohánytermékekkel nem igazán foglalkoznak. Az jól látszódott már az elmúlt két-három-négy évben, illetve a trafik rendszer fölállása óta, hogy a magyar piacon a piac gyakorlatilag a sodró, illetve hát nálunk nem annyira a kézi sodró inkább a, az előre, a hüvelybe tölthető dohányok felé indult el, majd mindjárt eszembe jut, hogy ennek mi a hivatalos neve, de a lényeg az, hogy ez kétféle dohányról beszélünk, és, és a statisztika az egy, az egy, hihetetlenül szar dolog, mert ugye mindent és annak az ellenkezőjét is be lehet bizonyítani egy jó statisztikusnak. És amikor arról beszél mindenki, hogy csökken a dohányzók száma, akkor nem biztos, hogy csökken a dohányzók száma, hanem az úgynevezett szálas dohánytermékekről átterelődik másfajta dohánytermékekre. Ezért aztán a, nem is nagyon uh, lepődik meg az ember, amikor uh, kiderülnek ezek a turpisságok, hogy hát igazából nem is arról van ám szó itt, hogy uh, az óriási uh, propaganda és, uh, és, a hihetetlen munka, amit abba vetettek bele, hogy leszoktassák az embereket a dohányzáshoz, hogy beért. Uh, na, szóval uh, én azt gondolom egyébként, hogy, uh, hogy Ebben a, a, a történetben a legtöbbet az elektromos cigaretta teszi a dohányzásról való leszokásért, és akkor valószínű, hogy hivatalos oldalról elkezdenek minket köpködni, hogy de nem, de nem, de nem, mert hogy ők mennyi mindent, és hogy van forró drót, ugye, amit nem lehet elérni, vagy nincs ember a végén, és micsoda segítséget és támogatást adnak. Köszönjük szépen, ezt talán majd eldöntjük, vagy hát erről kialakítjuk a véleményünket mi is, és azt gondoljuk, hogy bizony bizony, ha visszanézünk az elmúlt tíz évre, ilyen, ilyen egészségügyi áttörést, mint amit az elektromos cigaretta produkálta a piacon még soha senki, nem tudott elérni. És amit most látunk, a, a nagy dohánygyáraknak a, a főzárkózását az úgynevezett új típusú dohánytermékek piacán, és ugye sajnos ide kell sorolnunk az elektromos cigarettákat is, azt gyakorlatilag ennek az áttörésnek köszönhetik én föltettem magamba a kérdést, de tegye föl mindenki magában, és próbálja megválaszolni, hogy mi lett volna, ha nem lenne ma elektromos cigaretta. Vajon lenne mondjuk heat not burn termék, vajon vásároltak volna, vagy, vagy kitalálta volna ki ezt, a, ezt az egyébként ugye, nagyságrendekkel kisebb károkozást okozó nikotinbeviteli eszközt, vagy, 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 mi lett volna? Valószínűleg mindenki ugyanúgy dohányozna, marha jól működne a, a pandúrabló áldozat és nem tudom én milyen szerepekbe tetszelgő egészségügy és dohányipar egymással, nem is tudom, vívott, kirakat harca, minden januárban ismét rekordokat döntenének a leszokás segítő eszközök, és akkor mindenki marha jó el lenne. Na most ebbe a, a, az egyébként már így jól bejáratott vízbe e, dobta bele a nem is kavicsot, hanem sziklát az elektromos cigaretta, és most már mindenki... E, új típusú termékekkel akar a, a piacon megjelenni, úgyhogy ö, emberek. Én csak annyit tudok mondani, hogy hajrá! És minden-minden nyomorúságunk és, ö, és ö, túlszabályozottságunk és ö, nem tudom, ö, félelmünk ellenére, Uh, azt kell, hogy mondjam, hogy uh, uh, mi vagyunk azok, akik uh, tartjuk a lelket mindenkiben, aki, aki át akar térni egy másik fajta eszközre, egy jobb, egy egészségesebb, egy szebb jövőre. És még mindig nem a dohánygyárak, bár ugye a piacot azt ők fogják lerabolni, mint az egyébként kiderül a zsurnál no cikkéből. Na most megnyitom a cikket, bár nem kéne mondom, hogy mi a picsát csinálok éppen, de hát ez van. Egy magamba elég durva ez a sztori. Mégpedig arról van szó egyébként, hogy bocsánat, ez a Winston Salem zsurnál. Cikke, amiben arról van szó, hogy a, a BAT bejelentette, hogy 2019-re nyereségesek lesznek azok a termékek, amelyek új fejlesztéseik a piacon, és az elektromos cigarettát és a heat bőr termékeiket. Hát hurá, és mondjuk annyira nem hurá, de hurá. Mert ilyenkor az ember nem tudja eldönteni, hogy most örüljön -e ennek a hírnek, vagy ne örüljön, mert ez azt jelenti, hogy akkora piaci szegmenst tudtak maguknak kialakítani, hogy az oda egyébként írdatlan. Tehát mondjuk ezt így egy, egy kereskedő számára fölfoghatatlan mennyiségű pénzt vissza tudják termelni. Uh, ami egyébként nem nagyon sikerült még uh, uh, nagy multinacionális uh, cégeknek. Tehát uh, uh, volt itt egy csomó akvizíció, a fölvásárlás, uh, a dohányipari cégek részéről, és mindig olyan cégeket vásároltak föl, akik uh, kvázi a csőd szélén álltak, illetve hát felé uh, haladtak, és ezeknek a technológiáknak a a fölvásárlásából alakították ki a saját portfóliójukat. Ugye annak idején, amikor még, még az elektromos cigaretta nem lépte át ezt a fajta ingérküszöbet, de már láttuk a, a bevásárlásokból, hogy itt előbb-utóbb meg fognak jelenni ezen a piacon a multinacionális cégek, <kül> Hát én megmondom őszintén, azt gondoltam, hogy, hogy ez egy ilyen csuka lesz, lesz majd nekik valamiük. Úgy is nézett ki egyébként, ha valaki emlékszik még az ilyen nagyon korai, eldobhatós cigarettákra, amiket ők fejleszgettek. Már ugye a csomagolásuk az, az piszok jó volt, meg, meg odafigyeltek rá, hogy abszolút a cigarettára hasonlítson, stb. stb. Na mondom, ebből nem lesz semmi, gyerekek. Lesz valami a piacon, hogy tudják mutogatni, hogy nekik is van aztán heló. És ezzel szemben mondjuk nem tudok mást fölhozni egyébként, mert az ICOS az, ami be óriási pénzt fektettek, és, és Romániában például hihetetlen módon népszerű maga az eszköz, is nagyon sokat lehet látni az utcán, illetve mindenhol hozzá tudsz jutni a, a belevaló stickhez, és drágább, mint a, a hagyományos dohányzás és ennek ellenére népszerű, tehát azért valamit tudnak marketingből, vagy legalábbis jelesre mondták fel a leckét. A, az ICOS az, az valami brutális befektetés volt, és úgy néz ki, hogy a, az ICOS is elkezdett a megtérülő ágba menni. Valószínűleg Magyarországon egyébként jövőre fogják forgalmazni a trafikok. Nyilván itt nem tudják megtenni azt a fajta marketing tevékenységet, vagy megteszik, de máshogy, mint ahogy Romániában, mert Romániában még az online kereskedés, még a dohányipari termékek vonatkozásában sem tiltott, tehát ott még azért tudnak bizonyos marketing fogásokat alkalmazni, itt, hogy mi lesz nálunk, azt nem tudom. Annak, hogy, hogy ez nekünk jó vagy nem, én azt gondolom, hogy jó, mert mindenki, aki le tud szakadni a hagyományos cigarettáról, akár így, akár úgy, az, az mindenféleképpen egy jó dolog. És azt is gondolom, hogy akik most iCos szívnak, és mondjuk nem szívtak már három vagy négy hónapja, hagyományos dohányterméket, azoknak előbb-utóbb meg fog fordulni a fejébe, hogy na milyen lehet egy jó elektromos cigaretta, és ki fogják próbálni. És akár lehetnek kettős fölhasználók, ájkosz és elektromos uh, cigaretta, most már tényleg uh, annyi fajta alternatívája van a hagyományos dohányzásnak, hogy uh, úristen, tehát amikor én le akartam szokni csak akkor lett volna ez a kétféle eszköz. Valószínűleg nem ugrottam volna ötször-hatszor neki a, a karácsonyi, meg az újévi fogadalmaknak, meg nem tapasztaltam volna körbe a testemet mindenféle nikotintartalmú tapaszokkal. Bocsánat, szívnom, meg kell, muszáj mert különben kiszárad a dvarv, és akkor nézhetek ki a fejemből. Mm, ha már dvarv, nem a, a dvarvról akarok beszélni, hanem, 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 uh, hova tettem azt az oldalt, az is lehet, hogy bezártam, de ha bezártam, hogy bezártam, járt nálam egy uh, kazánka, icipici kazánka, Icipici de jó pofa. És ez a kis kazán elnyerte a tetszésemet egyébként. Úgyhogy ennek meg nagyjából két hónapja, tehát ö, nem ö, mostani a, a történet, és tényleg ez most ilyen, ö, most beugrott a. a a kazánnal kapcsolatos mindenféle meglátás a fejembe. Úgy, de szépen fejeztem be, vagy ki, vagy nem tudom mi magamat. Szóri, szóri, szóri. Mindjárt megtalálom a, a kazánnak a, a leírását. Ez egy dodgy style, igen, ez egy dodgy style kazán mindig, én már nem tudom követni komolyan, tehát olyan, olyan hihetetlen uh, mindenféle gyártó van már a piacon, hogy uh, hiába na, tehát ez a kóra jár, majd meg tudjátok. <kül> ez egy dodgy style, SXK dodgy style uh, uh, újra építhető, illetve felújítható kazán aminek egyébként zseniális a, a bevattázós része, én mindenkinek csak ajánlani tudom, egyszerűen nem lehet elrontani. Tehát ez az, amit ha keményre, ha puhára, ha nem tudom én, hogy, de bevattázó, levágod, főteszed, működik. Ízre egy picit a dvarv alatt, maradt, de nem sokat, tehát uh, próbáltuk ugyanolyan tekeréssel, ugyanazzal a vattával, ugyanazzal a likviddel, öten vagy hatan uh, teszteltük, <kül> tehát uh, abszolút uh, pártatlan, és most nem, nem az én uh, véleményem volt ez, de mindenki uh, megkóstolta, és uh, azt kell, hogy mondjuk, hogy, hogy egy hajszálla a dvar alatt van az íze, de nagyon jó. Főleg a, a fölhasználó barát vattázása miatt tudom ajánlani. Nekem azért voltak vele problémáim, meg vannak is. Töltéshez, ahol széttekeredott gyakorlatilag acél találkozik egy műanyag palástal, és ott a palást az néha nagyon félre tud menni, úgyhogy ha ezt most továbbra is használni akarom ezt a kis dodgit, akkor mindenféleképpen be kell szereznem egy új palástot. Na, ennyi kis kitérő után. Nyilván, akinek ez nem újdonság, az attól elnézést kérek. <kül> Nekem két hónappal ezelőtt az volt, és Azóta ezt a, ezt a tartós tesztet nagyon szépen teljesítette ez a kis kazánka. Annak ellenére mondom, hogy itt a palást menet az gyakorlatilag majdnem, hogy gajra ment. Nos, visszatérve a, a, az elektromos cigarettákkal kapcsolatos hírek világához, a brittek egyszerűen nem tudnak megállni. Tehát ezek elindultak, gyerekek így süvítenek lefelé a, a lejtőn, a szebb jövő felé, <coughs> vagy süvítenek fölfelé a lejtőn, a szebb jövő felé, mindegy, de süvítenek, és most már ott tartanak, hogy parlamenti vizsgáló bizottság fog fölállni. A képviselők indít Ványoztak, hogy egy vizsgálatot az elektromos cigaretta biztonságosságáról, hú de szépen mondtam, biztonságosságáról. Tehát a lényeg az, hogy ma Angliában közel ilyen 3 millió elektromos cigaretta főhasználó van, úristen, ugye az egy harmad Magyarország, köztük természetesen a titokban kindolgozó magyar emberek is. Véperek. És hát úgy döntött a, a, úgy döntöttek a képviselők, hogy ha ilyen óriási felhasználó szám van az országban, akkor ez most már tényleg megérdemelné azt, hogy hivatalosan megvizsgálják az elektromos cigaretta előnyeit, hátrányait, pártatlan független intézmények vagy intézetek végezzék el a vizsgálatokat, és ezek vizsgálatok után nyúljanak hozzá a szabályozáshoz. Úristen, tehát így végig gondolt ezt valaki magában, hogy hogy ezek mennyire másképp gondolkodnak, mint, mint nálunk. Tehát, hogy nézzük meg. Oké, okay, mi nagyjából gyanítjuk egyébként a, a vizsgálatok eredményét, és ha az megvan, akkor a szabályozást ezt szerint végezzük el. Ne azzal kezdjük, bakker, hogy egy, bekényszerítjük a trafikba az elektromos cigarettákat, és a likvideket. Kettő, hogy a likvidekre azonnal jövedéki adót vetünk ki. Mondjuk ezt még a mai napig se értem, hogy a jövedéki adó még az... Nem, nem, azt se értem. Tehát persze. Úristen! Egy pillanat. Hát ezt mondhatnám, hogy ez az élő adás varázsa, de nem ez nem élő adás. Nos, elnézést a kis közjátékért, de ez az úgynevezett olyan telefonok egyike volt, amit muszáj volt felvennem. Egyébként az adást november 1-én rögzítem itt csendes magányomban, és hát ugye november 1 nálunk halottak napja Amerikában Halloween és nekem is egy picit hogy mondjam idegen, nagyon sok posztot látok most kinn a Facebookon Halloween ellen Halloween mellett én azt gondolom, hogy az európai kultúr körünkhöz a halottak napja megy, bár én ezt nem nagyon szeretem, mert azt gondolom, hogy az elhunyt szeretteink, ez pontosan nem a karácsony, hogy mindenki akkor szereti a másikat, nem egész évben kell, hogy szeressük a másikat, de hogy a szeretteink azok itt élnek a szívünkben, és hát egész évben gondolunk rájuk nem csak a halottak napján, és nem csak a akkor kell a a temetőbe virágot vinni. Én a magam részéről egyébként van egy ilyen challenge hogy hogyha ha már nem leszek az élők sorában, mi lesz velem. Én például azt az egyszerű, de nagyszerű ötletet találtam ki, hogy három perces homokórákat csináltatnék legszívesebben magamból, és minden gyerekem kapna belőle egyet, hogy a tojás az rendben legyen, amikor lefőzik, és legalább olyankor mindig eszükbe jusson apa. De hát ö, azt hiszem, hogy ebből a challenge-ből semmi, semmi nem lesz egyébként. Ilyenkor szokták mondani a gyerekeim, hogy de hülye vagy, nem tudom. Nekem még ez is, hogy mondjam, jobb érzéssel tölt el most élőként, hogyha egy homokóra leszek a a szeretteim polcán, minthogy uh, valahol egy temetőben, uh, uh, ilyen kötelező sérbejárás uh, kapcsán emlékezzenek meg rólam uh, egy évben egyszer. Na, ennyit a, a halottak napjáról. Illetve hát ilyenkor ugye uh, mindig eszünkbe uh, jutnak azok a véperek, akik már uh, nem lehetnek köztünk, úgyhogy gondolatban adózzunk nekik is. És most már, hogy így az adás végére értünk, mert ezt a monokesztet azért nem akarom olyan hosszan húzni. Én hallgattam már ilyen podcastet, ahol egy, mint egy négy-öt társaságában másfél órán keresztül részegedett le az egyébként tudományos podcast előadója. És már nekem volt kínos hallgatni, úgyhogy azt gondolom ebből ennyi bőven elég lesz ilyen egyszerű és meg nem ismételhetetlen podcastnek. Én szeretném megköszönni mindenkinek, hogy itt volt, velünk volt, és hogy támogatott minket. Úgyhogy jövő héten már reményeim szerint egy kiegészült második tagga, és majd reményeink szerint lesz kiegészült harmadik tagunk is. Egyszer abszolútoztam egyébként a Lackó Attila véleményét, aki aki azt mondta, hogy hároman vagyunk uh, jók ebben a, a podcastben, és hogy uh, hiányzik a, a Charlie egyfajta vehemenciája, úgy is lehetne mondani, hogy néha bunkó stílusa, de, de azért ez három különböző egyéniség, és uh, ez így lenne szép, és így lenne kerek, és így lenne egész. Úgyhogy uh, itt a vége fuss el véle, ahogy uh, Mondta a híres magyar mesemondó. Jó volt veletek, sziasztok!